Üdvözlet minden kedves nézőnek, itt is vagyunk újra az Európai LCS nyári évadánál. Fnatic játszik a Team Vitality ellen, és az utóbbi tudott egy győzelmet megszerezni, egyet. És van ettől függetlenül még egy visszavágó, és hát kedves Darcik, hogyha már így átszuppantunk a kommentátor állásba, akkor... Hogy víz... Akkor folytassuk a gondolatmenetet talán a tiltási és választási fázissal kapcsolatban. Mit szólsz? Az alap szerintem a legnagyobb probléma az lehetett a Fnaticnál, hogy semmiféle reakciók nem volt egy beérkező Lissandrára. Vagy kiment a császári falanx, amivel hát vagy megakadályozod a Lissandra bejövését a jégesvénye, vagy, vagy nem megy be a Lissandra, aztán kész, ez 10 másodperc a 100-ért töltési idő tekintetében. Vagy odaugrott egy Gemsu, aki ha odaugrott, akkor feladta az egyetlen kezdeményezési lehetőséget. Tehát nem tudtak reagálni konkrétan arra a Lissandrára, én még mindig azt mondom. Pontosan ezért ott is van egy tiltásunk, ahogy ezt ti is mindjárt látni fogjátok, mivel hogy itt vagyunk a bajnok tiltási és választási fázisban. Most már mi is. A Ryze tiltás egyértelműen jön továbbra is, Ryze eléggé kinőtte magát, maradjunk annyiba az átalakítása óta. Ez így is maradt, a Maokai-t is elveszi Kabosártól, az Echo-t pedig a Vitality reagálja le, hogy az igazán klasszik, tanki, felsősvényesek ne legyenek játékban, már csak egy Fizz tiltás kell, és akkor tényleg extravagante választások jöhetnek, és még akár Zek is a helyén maradhat Gemsu kezében. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a támogató pozícióra érkezik-e például tiltás, mert Braum még mindig úgy gondolom, hogy nagyon erős, de Karma szintén erős volt, úgyhogy a nagy támogató pozíciós tiltás, Kassing most nem fog ezzel szurkálódni. Nem vagyok benne biztosan, úgyhogy Kassing ellen lehet tiltani. Persze elvettek tőle egy Karmát, de Kassing alapvetően is egy olyan champion pool-al egy annyi hőssel megáldott játékos, hát szerintem tök mindegy, hogy mit csinálsz ellene, úgyis hasznos lesz. Na mindegy, ezt majd a mérkőzésen úgyis meglátjuk. Itt talán inkább a tárgyak miatt érkező tiltásról beszéltünk, miközben Vladimirt látjuk, mint utolsó tiltás. Tehát az a mértékű ráhatás a csapatharcokban, amit Karma el tudott érni, az az, ami talán inkább tiltás értékű lehetett. Miközben az első választás az Yellowstarhoz egy Braum lesz, ez talán az ő mentalitásához egy jó karakter is, kezdeményezni tud, ezt már láttuk is egyébként, és pont tegnapi nap folyamán láttuk a Fnatic színeiben tündökölni ezt a karaktert, ugyanis hát a harapós vagyok, nem nagyon mentek mellé. Egyértelműen a válasz Lucian elhozatalra szükség van a Fnatic oldalára, és Braummal kapcsolatban ki szeretném emelni azt, hogy ugye mostanában eléggé nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok arra, hogy lánc tömegirányító képességeket alkalmazzanak, és ezért kulcsfontosságú ebben Braum, mert ha végig gondoljuk, neki egy késleltetett kábítása van, tehát ha kezdeményezel egy olyan skillshot kábítással, akkor a harapós vagy lekövetése során már biztosított a láncolat. Na de kérdés, hogy Spirit, ugye hát Lee Sin-nel láttuk eddig játszani, a Nidali is mehet, eléggé sok mindenben hasonlít ezen két hősnek a játék stílusa, azért van különbség is bőven. Rekresz kalisztája, Braum mellé pedig szintén jól működhet majd. Megvannak a választások a Fnatic oldalán ismételten. Közben amúgy Mighty Bear, hát igen, egy fantasztikus is Kindredder érkezik majd Nidali ellen. Ez abban úgy, hogy be lehet dobni a közösbe ezt a Braumot. Van egy sokkal biztosabb kezdeményezése a Fnaticnak, mint a tegnapi nap folyamán volt. Ugye így Braumot lehet egy kicsit erősebbé tenni összességében végső képességgel. Kalisztának alapvetően is viszont nagyon erős ösvényfázisa van, tehát még Lucian-nál is akár van lehetősége fölvenni a versenyt a játék korai szakaszában, egyaránt a későiben is, hiszen ki tudja kerülni ugye Lucian-nek a Q képességét. A középső szakasz az, ami talán egy kicsit Kalista számára, mint egyetlen egy karakter gyengébb lehet, viszont az kárpótolja az, hogy a csapatharcba be tudja dobni, mint azt már mondottuk volt Braumot. Erre válaszul érkezhet egy Braum, ennek a választásnak viszont rendkívüli módon örülni tudok, hiszen Braum egy Braum. Bard az mindig egy jó választás tud lenni, illetve nyugdáknak egy LeBlanc, aki hát a játék középső, illetve kezdeti szakaszában is egy nagy ráhatás lehet. Kassing viszont hát Thresh-sel számtalan alkalommal megmutatta már számunkra, hogy zseniálisan tud játszani. Ugye vonjunk egy olyan párhuzamot Karma és Thresh között, hogy mind a kettőnek van egy képessége, amely egy vonalba megy és találnia kell. A halálos ítélet,
ha ugyanolyan nagy számban tud találni, mint amennyire Cussing a belső lángokat alkalmazta, akkor egy meghatározó képesség lehet a Vitality oldaláról. Hát LeBlanc pedig, hogy is mondjam, Exile ma már úgy érzem, hogy megmutatta számunkra, hogy milyen lehetőségeket tartalmaz. Febiven a Zed középső ösvénye, ez bizony érdekes lehet. Pláne azért, mert kiemeltük már, hogy Febiven nagyon szereti az AD középső ösvényeseket, és itt is van. Ideje volt. Így van, ugye tegnap nyilván felem Buci is kiemelte, hogy Febiven hányszor említette már azt, Zoltán, hogy összességében az ilyen orgyilkosabb hősöket, LeBlanc, Zed, mennyire kedvelésség ebben az előző évad során uralkodó metában ezeket nem tudta alkalmazni. Nesze neked, Febiven. Hatos szint fölött ez egy elég erőteljesen skill matchup irányába hajazó összecsapás lesz, ami a középső ösvényt illeti. Ha mind a ketten égetést hoznának, már pedig erre van esély. Parás küzdelem lesz. Tökéletes végszó. Köszi, akkor sziasztok. Na de, Cussing ugye még mindig rendelkezik Zoltán nevű barátnőjével, viszont kérdés, hogy ki fog érkezni a felső ösvényre, hát miért ne hoznék el egy Trundle-t, mondja ezt a Vitality. Így rendelkezik tankosság megvonással, továbbá azért egy nagyon jó hőst hoznak abból a szempontból is, hogy jól le tudják követni az ellenfelet, zónázási képesség, és a váltott ösvénytolást is kellőképpen tudja alkalmazni. Egy troll a felső ösvényen. Arra leszek kíváncsi, hogy Cussing azzal a thresh-sel mennyire tudja megsegíteni Mighty Bear-t. Tudnélik thresh-ről, hogy azért vele a bóklászás az eléggé hatékony tud lenni, megmenteni is tudsz csapattársat, és a kezdeményezésed is azért több lehetséges kezdeményezésed is van ezzel a karakterrel. Tehát, hogyha ennek köszönhetően sikerül egy pár kelletlen jelzőt összeszedni arra a kindredre, az azért elég fontos lehet, és így akár még neki is korábbra lehet hozni azt a szakaszt, ami már a kényelmes sebzés hordozóvá tereli ezt a dzsungelest. Kuc! Mindenképpen szeretnénk megjegyezni, hogy a csapat összeállítást megfigyelve azért mind a két csapatban van lehetőség, és tovább szeretném hangsúlyozni a thrashben rejlő potenciált, ugyanis ha megnézzük, hogy milyen távolságledolgozó képességei vannak alapvetően a Fnaticnek, majdnem mindegyiket fenékbe lehet billenteni egy jó nyúzással. Viszont ugye a különbség az alapvetően az, hogy ha Febiven teljesen külön is megy, a Fnatic többi négy játékosa bőven képes arra, hogy a csapatharcban jeleskedjenek. Braum és Thresh közti különbségként emelném ezt ki leginkább. Thresh, ha elkap egy embert, tök jó. Ha nem kap el, akkor mit csinál? Vagy kihúz egyet, vagy nem. Viszont Braum, hogyha jól elhelyez egy Gletscher szakadékot, vagy csak az alap támadásaival a jelzőit ráhelyezi a jó célpontokra, akkor már megvan a hatása, és a falat akkor még ki sem emeltük, amivel igazából minden távolsági sebzést meg lehet fogni. Tehát a kérdés az az, hogy a csapatharcra mennyire gyorsan tud átrotálni a Fnatic válogatott. Fnatic csapata? Hát végül is a Fnatic válogatottja is van itt jelen pillanatban. Cussingnál van valamilyen féle fajta kis apró malőr, amelyről hát előbb-utóbb kapunk majd valami információt. Lehet, hogy a párnája rossz, mint ahogy az már a tavalyi évadban előfordult nála. De akkor vissza szeretnék térni arra az eshetőségre, hogy a két csapat, hát ugye miben hasonlít, nézzük csak meg, a középső ösvényen orvgyilkosok vannak. Magyarán mind a két oldalon előfordulhat akár a váltott ösvénytolás, akár a bóklászás, akár a csapatküzdelmek során az olyasfajta pozícionálás, hogy egyetlen nem övéké lesz a kezdeményezés, megért közben Pisti, aki hihetetlen felhallgató kezelési technikával rendelkezik. Cussing is örül neki. Na de, most itt a kép narrálása mellett nem működik. Nem, ez tényleg nem a tankcsapda, sajnálom. Ez hihetetlen hallott. Ez én is fővennék fizetésnek komolyan. Ez srácok, nem hallok semmit, idejövök. Nem, tényleg nem süket, én sem hallok semmit. Ez
Komolyan mondom, berozsálok. De várjál, a casting arca alapján még meg is történt a cserébe. Megjavította. Ezért viszont nem tudnék fizetést fölvenni, mert így... Na igen, tehát most két dolog történhetett, mert nem olvastunk szájról, hogy vagy fölvette, és nem, ez nem működik, hogy fölveszi. Ez ma működik, nincs baj, mehet. Na mindegy. Tegyük félre a viccet. És hát igen, ugye, ahogy szokták mondani, jó asztalos módjára a tréfát most dobjuk arrébb. A dzsungelben mit gondolsz, hogy mi lesz Kindred és Nidalee párharcának a végeredménye? Ja igen, az előző gondolatmenetet nem fejeztem be. Tehát azért lennék kíváncsi arra, hogy a bóklászás mennyire lesz majd kifizetődő Mighty Bear, illetve Cussing párosánál, Thresh, illetve Kindredénél. Mm-hmm. Mert hogyha a jelzők megvannak, akkor meg tud ugrani ez a Kindred, és talán tudja tartani a lépést egy Nidalival. Nidalinál mindig az a legnagyobb kérdőjel, hogy tudod-e tartani vele a lépést. Nidalee a leggyorsabb dzsungeles jelen pillanatban. Ő az, aki a leggyorsabban tud haladni. Ha afkolsz, akkor 3 szintet fogsz verni az ellenfél dzsungelesére, ez köztudott tény. És a mérkőzésünk megy tovább, tényleg megjavult a füles. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Cussing hatalmas nagy bajban van, harapós vagy, de a villanás, hát nézd, hogy jár a keze a srácnak, egyből úgy nyomta meg, mind a D-t, mind az F-et, csak ugye valamelyik egyértelműen működött. Nagyon jó pozícionálás Rekresztel és Yellowstar-tól. Várjuk be, egy picit unorthodox lépés volt ez, hiszen abban a bokorban hát senki nem számított egy ilyen Yellowstar-Rekreszt duóra. Cussing minden esetre most tapasztalta és meg is tudta ezt nézni. Spirité az első farm, hatalmas pénzmennyiségre tett szert. És akkor talán úgy gondolom, hogy most már, hogy beszéltünk a dzsungelről és a középső ösvényről, mit gondolunk Kabosard és Gemsu párharcáról, a hordó és a bunkó? Na azért szerintem elég szimpatikus srác az a Kabosard. De egyébként én úgy gondolom, hogy Gemsunak van lehetősége minden túlélni. Azért, mert odébb ugrik, meg a hordójával, a robbanékony hordójával odébb tessékeli az ellenfelet, tehát őt talán azért nehezebb lesz megölni az ösvényen, bármennyire Trundle az ellenfele, mert azért Trundle-ről tudjuk, hogy bárkit képes egy-egyben megölni. Gemsunak van elegendő ITV-je. Ragaszkodik Rekreszhez és Yellowstarhoz. Ott a villanás, most viszont mind a két oldalról. Nagyon jó a nyúzás, de ott a fárasztás. Bum! A harapós vagy általi jelzők összegyűltek. Cussing életeleje viszont... Hát nem. Egyáltalán nem fogy. A harapós vagy megint talál, de a jelzők azok most nem lesznek meg. Hiszen rövid időn belül nem lehet kihasználni ugyanezen passzívot. Hát figyelj! Azért ezt most gondoljuk végig, Cussing részéről is történt ugye feláldozás idézői képességek terén, de ugyanúgy a Fnatic oldalára 3-3 idézői képesség csere összesen. Ennyi. És mit csinált érte még? Cussing elnyomott egy darab sütit. Teljesen megérte. Rekleznek még minden esetre van gyógyítása, míg Police a villanásával rendelkezik, tehát azért itt a minimális különbség megvan. Tudnélik, hogy azért a gyógyítás hamarabb lesz majd újra elérhető, mondhatjuk, hogy a Vitality összességében jobban jött ki ebből a cseréből. Talán azért is, mert az alsó ösvényen hát egyelőre Kabosard az, aki gyorsabban előre tudja tolni az ösvényt. Talán azért is, mert hát ugye neki talán kevesebb manába fog mindez majd kerülni, mint esetleg Gemsunak a visszatolása játék korai szakaszában kerülne. Ugye a hordók azért sok manát fogyasztanak. Középső ösvényen azért a játék első szakaszában az, hogy Febiben egy közelharci hős nagyban hátráltatja majd az ő fejlődését. A képességeivel tud távolságot ledolgozni, és a farmolás sem lehetetlen az ő számára. De nem mindegy, hogy hogyan használod a képességeidet, mert hogyha farmolásra megy ki az összes ugye pozícióváltás, akkor nem tudnál így reagálni, mint ahogy Febiben tette ezt most nyugdák mozdulatára. Viszont azt is látjuk, hogy még így is nyugdak. Febivennek maradt kevesebb életreje. Ne feledd, a nyugdaknak el fog fogyni a manája. Febivennek ilyenféle problémája azért nem lesz. Ha elfogy az energiája, 5 másodperc aztán megint van. Ráadásul ő, mi vagy hosszú kardot vásárolt, 3 életerőit arra tudott beruházni. Ezzel szemben a Doran gyűrű mellé csak 2 fér meg a tatyiban. Tehát, hogyha egy kicsikét Febiven türelmesebb, akkor azért neki fog kedvezni még ez is, köszönhetően a tárgyainak, és azért is nagyon veszélyes az középső ösvény választás, mert rá kényszeríted az ellenfeledet, hogy ellened építkezzen, nem csak azért, mert iszonyatosan erős az önmaga. Egyértelműen, és ezért mondjuk egy homokóra kényszeríteni nyugdákat nem biztos, hogy annyira jó, egyértelműen a benne rejlő lehetőségek szinte végtelenek,
de nem véletlenül szokott, inkább egy sokkal sebzésorientáltabb változattal élni általánosságban egy középső ösvényes LeBlanc, például egy mélységi jogarral. Mighty Bear érkezik az alsó ösvényre, viszont itt van Spirit, és egyelőre ott is marad. Rajta egészen konkrétan nem látom a vörös szeder hát erősítést, mert nincs is rajta, ezért nem látott Thanatos. Viszont, hát Kabosár, jégoszlopa, világbajnoki kupája, hát világbajnok volt. Igazából az a visszafordulás, amit Gamsa mutatott, miután éppen rajta ütöttek, az egy kicsikét mondhatjuk azt is, hogy eladta ezt a rajtaütést. Spiriten nem volt rálátás, de hát azért Kabosár tudta, hogy valamit nem fenékig tejte. Jaj, menekülök! Ne kapjál! Igen! Nem rossz a csere. Tessék, ez egy kombó volt. Ez pontosan, ez pedig a másik része, amikor Fabio meghúzza a ravaszt, de jön közben a válasz nyugdáktól, és mivel nem talál a Double Chillon, így nyugdák túl tudja élni mindenkit. Ez gyilkosság is lett volna, mert minél nem ment volna át, az ugye, ha mindig az jelenleg még 50%-ban csökkenti a további sebzést, ugye az áthaladó suriken, ez majd a 6.11-es patchben 75%-ra fog egy kicsikét feljebb esni, tehát sokan azt mondják, hogy Zedre gyengítés érkezik, én azt mondanám, hogy a skill-esebb Zedeknek ez inkább erősítés lesz majd. Igen, és azért nem sokszor mondhatjuk el, hogy egy ötös szintű küzdelem során Zed ellen, Zed és LeBlanc párharca során egy shuriken múljon minden. Most ez történt egészen konkrétan. Viszont Nyugnáknak, hogy is mondjam, hát a vérmérséklete a helyén van, se villanás, se égetés nem ment ki az ő részéről. Ezáltal majd ő is válaszolhat egyet. És most jutottunk el arra a szintre, hogy hiába használt el Febiben minden egyes időzői képességet, van egy átoknyelője, ami azért jelentős mértékben csökkenti Nyugdáknak a gyilkosság megszerzési lehetőségét, sőt, szerintem majd, hogy nem nullára csökkenti, ha csak nem kap dzsungeles segítséget, de azért Zeden rajta ütni, az veszélyes próbálkozás, vagy hát inkább. Megérkezett Yellowstar, harapós vagy talál Kassingra, de ez ennyi, a halálos ítélet pedig Yellowstarra megy, mindenütt a piszkálódás. És itt Reckless volt az, akit ki szeretnék emelni, mert Polisszal ellentétben ő nem az ellenfél támogató játékosát kezdte fókuszálni. Így azért a Vitality sokkal inkább visszavonulásra kényszerült, mint ösvény ellenfél párosa. Érdekes egyébként a tapasztalati pont megoszlása. Tehát Reckless az, aki 4-es szintű, szemben Polisszal, aki 5-ös. És az előbb még azt lehetett megfigyelni, hogy Yellowstar volt 5-ös, Kassing pedig 4-es, most arra ez teljesen a fejtetejére is állt. Na mindegy, 7. perc, és amiről beszéltünk, az egy kicsit megvalósulni is látszik. A dzsungelben Nidalee tud gyorsabban haladni, egyelőre nincs meg a repülő rajt, de hát még Kassing nem is kezdett el bóklászni egyébként. Az alsó ösvényen pedig Trundle az, aki egy kicsikét vezetni tud farmban, Gamsonak semmi manája, Kabosárnak pedig maximális. Egyelőre, azt látjuk, hogy Mighty Bear próbálja tartani ugyan a farm mennyiséget Spirittel szemben, de ez egyáltalán nem sikerül neki, nem lepődünk meg. Viszont mi az ott, Darci? Mi az ott? Pokol sárkány, amit Mighty Bear ott hagy. Tüzes szálkány, ezt akartam volna tőled hallani, hogy egy tüzes szálkány volt. Azt de már lelőtte valaki szerint. Nem, de így van, persze, hát Buci is már lelőtte, csak én már szerettem volna ezt tőled is hallani, mert hát ha valaki trópusi vihar rajongó Magyarországon, akkor ezt ne vagy. Igen. Na de engedjük el, ne beszéljünk kifelé, hanem beszéljünk befelé, hiszen Mighty Bear érkezik Spirithez, egy óriási küzdelem a vörös szeder hátért, és végül Spirit az, aki lesújt, és elhozza ezt a dzsungeles szörnyet. Még a szintelőny is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez a sújtás sikerrel tudjon szuperálni. Ó, Boris, te táncos lábú sukár fiú, te, érkezik közben Kassing is, találj el Osztára a halálos ítélet, de itt van Spirit. A dárda vajon kit fog megtalálni Kassingot egyelőre, Spiritnek nincsen viszont manája, így nem megyünk tovább. A sorozatlövés kimegy, Yellowstar a hátát mutatja az egésznek, Spirit, te egy mozgékony kis cica vagy, így van, át tudsz ugrani a falon. Emiatt, többek között emiatt nem lépett Mighty Bear, és Nyugdark nem mutatta meg magát. Viszont, mivel a Nyugdark elmozdult a középső ösvényről, ő neki a tapasztalati pont vesztesége az, amivel szembesülnie kell. Ez most jelen pillanatban egy szintkülönbség konkrétan a két középső ösvényes között. Ha Nyugdark folytatja ezt a tendenciát, és megpróbál ellépni a középső ösvényre, amivel LeBlanc ez valószínűleg meg fogja tenni, akkor folyamatosan
Hát egy kis rizikónak teszi ki magát. Le fog maradni Zeddel szemben, ami viszont azt jelenti, hogy amikor visszatér, akkor egy-két csúnya pofonba nézhet bele. Csúnya pofonba, pontosan. És ugyan a szint hátrányt ledolgozta, de például pont a Mighty Bear-rel történő akció miatt nem csak szint hátrányt szedett össze, ugye, hanem a kékerősítés már ott van Zedden még rajta, még ez nincsen meg, majd csak mostanában fogja megszerezni. Gemsu Kabosard küzdelemből pedig jól láthatóan Kabosard jól tud kijönni, tudja dominálni a felső ösvényt, amely most alul van. Viszont csapatküzdelmekben talán Gemsu nagyobb hatással lehet a küzdelem. Igen, tehát persze, hogy megnyeri a cserét, mert Gemsu meg se próbál válaszolni, tehát ő próbál egy kicsikét odébb téblábolni azzal a nagy pocakkal, de meg se próbál válaszolni. Ami sebzés esetleg érkezett Kabosardra, az a Bami parazsából jött, tehát a naptűzköpeny lesz az, amivel majd hát passzívan ugyan, de válaszolni fog Gemsu, tehát ez is várat magára. Ő neki most annyi dolga van, hogy amennyi farmot ott hagy neki Kabosard, azt összeszedje, aztán a csapatharcokban egy-egy jól elhelyezett robbanékony hordóval megfordítja a mérkőzés menetét. Amit még ki szeretnék emelni a mostani párharc során, és fontos, hogy Spirit Nidalee ugye folyamatosan tudja a saját dzsungelét takarítani, és ez azért fontos, mert Mighty Bear nem tud rendesen passzívot építeni. Nem tudja rendesen építeni a Kinder passzívot. Kettő jelzőt szedett eddig össze 11 perc alatt. Összességében az nem... Nyugdákra közben kimegy az Zed végső képesség, de ez nem fontos. Úgy döntött az operatőr kollega. Febiben viszont éppen, hogy túléri ezt a küzdelmet, nyugdák, még hogyha akar, dolgozhat le távolságot. Mindenesetre Febiben kettő idézői képességet használt a nyugdák, mindösszesen a villanását, és a felső ösvényen a lövész és támogató párosa a Valtteritinek hatalmas nyomás alatt. Így, és erről akartam beszélni, 11 percnél járunk, most már azért a sárkányra illik fordulni a csapatoknak, és hát ezt meg is teszi a Vitality csapata. Itt van a közelben még Gemsu, egy hordóval talán halálraítatja a sárkányt, a kérdés, hogy mennyi életerőnél érkezik majd ez, van sújtása is? Úristen, az első gyilkosság ott van nyugdákon. Okay. Pontosabban nyugdák volt az áldozat, viszont Spirit hozzá. Villanását beáldozva ugyebár az első gyilkossággal ő gazdagodott, és ez azért is nagyon rossz, mert beszéltünk a dzsungeles összecsapásról. Hogy nézett ez ki? Meg tud szaladni Kindred, akkor tartja a lépést Nidalival. Kiszaladt meg Nidalee, egyrészt farm tekintetében, ami várható volt, másrészt az első gyilkossággal is ő gazdagodott, és ezt is a lehető legjobb helyről tudja elcsengni a középső ösvényre, ahol LeBlancot kell viszont hátrányba taszítani, tehát minden a lehető legjobban alakul jelen pillanatban a Fanatiknak, én meg iszom egy kortyot. Amit feltétlenül érdemes elmondani jelen pillanatban a mostani mérkőzésről, hogy a Vitality már így is 2000-es aranyhátrányban van, és nem csak az első gyilkosságnak köszönhető, hanem még egy torony is ott van a Fnatic oldalán. Nem igazán érzi a bugit egyelőre megfelelő módon a Vitality a célpontokat tekintve, Febiben nem fog tudni elmenekülni, akkorát csapott rá Kabosard, hogy én megszédültem. Pedig nagyon szép volt a felismerése egyébként, hogy a minénök mögé, ha beáll, akkor az Astra SB-k jobb biztosan nem talál. Egyik oldalról jött Mighty Bear, másik oldalról pedig Kabosard, úgyhogy a lehetetlen helyzetből a legjobb manőverezést próbálta kihozni. És ez szép itt minden, mert egyenlít a Valtteriti egyértelmű engem, szóval itt van a középső ösvényen, egy robbanékony hordóval még akár tud pozícionálni is. Nagyon sok sebzést teszik meg közben Mighty Bear, hiszen talán még Spiritnek is a lángyel. Ne felejtsük, hogy Mighty Bearnek nincsen manája. Így kérdés, hogy bárányt ugrok, vagy pedig békasziget lesz, egyik sem fog megvalósulni, így inkább hazamegy, ez egy kockázatos szituáció volt. Ó. Spiritnek miután betalált a lángyel, még volt lehetősége nyugdákra ugrani, a visszavillanással pedig hát be tudta fejezni a nagyon-nagyon rossz helyen hazatérő LeBlancot. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy egy kisebb fajta gyermetek hiba néha mostanában itt az LCS játékosok esetében, hogy tényleg nem ez az első alkalom veled, amióta kommentátorkodom, a mai nap folyamán a második olyan alkalom, hogy valaki túlságosan bátor pozícióból próbál visszatérni, kevés információból próbálnak tájékozódni az emberek, és ez meg tudja büntetni magát. Azt mondd meg, hogy Recklessnek miért Kalisztával van a legmagabiztosabb teljesítménye? Tehát 14 percet most fogjuk csak elérni, de már több mint 140 farmmal rendelkezik. Egy Lucian-nál szemben, aki egyértelműen a legnagyobb kedvezményezettje ennek az egész patchnek, köszönhetően a zárcsökkentésnek, és
Én egyszerűen nem értem, hogy így a játék korai szakaszát, hogy tudja ilyen magabiztosan megragadni Reckless. Nagyon ügyesen csinálja Elosztár, és Reckless ugye eleve poliszt és kasszingot ki tudta szorítani az egész mérkőzésből. Folyamatosan jól érkeztek a Brown falak, és úgy érzem, hogy a passzívot is tökéletesen jól használták ki. Tehát, hogy jó volt a párosítás is, és ezért Spirit is kettő rajtaütést csinált a felső ösvényen. Vissza kellett sokszor vonulni a Polisnak és Cassinnak, ami azért is fontos, mert ugye az említett előnyt ennek köszönhetően is megszerezte végül Reckless és Yellowstar, és Reckless nagyon veszélyes lehet később. Nem is ez a legelmebetegebb pontja az egész mérkőzésnek, pedig ez se normális. De az, hogy 15 percnél majdnem 100-at farmol egy dzsungeles, hát konkrétan a lénereknél azt mondjuk, hogy ez nem olyan borzalmas a rossz teljesítmény, nem a dzsungelesnél, akinek 20 percnél az átlag a 90. Tehát amit jelen pillanatban Spirit csinál, az valami következő szám. Egyértelmű. Hú, abszolút ezt kell mondani, hogy Spirit ráült a Fan Fesztiválra. Egyértelműen. Viszont, ugye Mighty Bear ezzel szemben, hát próbálkozik. Igazán komoly rajtaütést az ő részéről nem látható. Másmilyen rajtaütést? Komolytalan rajtaütést? Ő maximum pozícionálása. Egy próbálkozása volt, így van. De nem is a gyakorlatban. Kasszinga talált Dardai kiért a sebzést Nidalitól. Viszont nincsen gyilkosság. Érkezik Zedés, érkezik közben LeBlanc is. A felső esélyen pedig ott van Kabosard és Gemsu. Úgy néz ki, visszavonul mind a két társaság. Nem húzzák túl a húrt. Yellowstar nagyon korán érkezett be egyébként, ezért neki be kellett dobnia egy kifárasztást a buliba. Enélkül valószínűleg nem élte volna túl ezt az egész perpatvart. Közben Febiben is egyetlen egy elfedés alatt, hát 40% életerőtől búcsúzott ugyan. Aggodalomra azért, igen, semmi jog, hiszen az átoknyeló az még mindig ott van rajta is. Ha minden igaz, még nem is aktiválódott rajta egyszer sem. Ugye a mindent váltó örszem ki van téve abba a bokorba, ami zseniális, hiszen Gemsu például ezzel nem tudott most mit csinálni, az továbbra is ott marad, és a szúdok hírnökére érkeznek közben a jelzések. Kabosard utána el is megy onnan, úgy dönt a csapat, hogy ezt mégse hozzák el. Amúgy kérdem tőled, hogy szerinted vajon a hírnök elhozatal miért lehet olyan ritka? Jelen pillanatban a 17. perc környékén ugye már érdemes lehet elhozni. Talán megegyezhetünk abban, hogy tényleg legalább egy emberes emberelőnyre szükség van. Én úgy gondolom, hogy a Vitality-nek volna az jó leginkább. Ugye Trundle, hogyha ezt megkapná, akkor ő maradhatna fönt. Uh-huh. Gemsu azért szeretne csatlakozni a csapatharcokhoz. Gemsu egyelőre. Oh, Istenem, mennyire szép volt közben a kicsi a rakásnak a blokkolása az oszloppal. Így viszont megvan a gyilkosság, a középsősénél elhoz egy tornyot válaszképpen a Fnatic, de érkezik oda Polisz, akinek végső képessége van, így a farmot tudja blokkolni. Febiben viszont kiállja ezt a képességet, Yellowstar pedig szintén blokkolja. Emiatt Polisz nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a hármassal. A toronyi nem biztos, hogy meg lesz a Fnatic ellen. Sandwich, itt van Spirit! Kedves Cica, mit gondolsz erről a mérkőzésről? Nem tudom, mert rohannom kell. Így van, elmenekül végül azért Nidali. Amíg persze Cassingnak ad egy fantasztikus dárdát. Wow, így azért egy elég érdekes csere, hogyha belegondolunk, hogyha az objektumokat is figyelembe veszünk. És nincs vége, nézd, mi érkezik a folyóból? Így van. Például amúgy alulról érkezik Kabosard egy dárda, de itt van Febiben. Mighty Bear, Cassing és Kabosard. Fussatok, bolondok! Van béke szigete, ez három embert kell, hogy védjen. Mighty Bear lehet az első célpont, meg is hal, nincsen béke szigete, Cassing most már. Igazából abszolút csak időt húzok. Kabosard viszont még menekül. Nyugdak ki tudja kapni esetleg Reckless a Spiritet. Spirit lehet a következő célpontja, az Assa és Békjó. De egyesével ki lehet szedni a Vitality játékosait. Hárman hagyták már ott a fogukat. Pont az a hármas amúgy, aki ezt az egész csapdát úgymond kialakította saját magának. Egy mérhetetlenül rossz hívás pár perccel ezelőtt a Vitality részéről Gemsu gyilkosságát követően. És egy hihetetlenül jó válasz a Fnatic-től. Majdnem vissza is ért egyébként Gemsu még erre az egész csatára, konkrétan annyi idő eltelt az ő halála, illetve a válasz óta. Tehát a túlmaradás az egyértelmű probléma a Vitality-nél, kicsikét sokat akarnak, de ezt kompozíciók meg ők maguk sem bírják túlságosan.
fenntartani. Befejezte a vérszomjas hidráját közben Kabosárd, és az éheztetés az északi dzsungerészben megkezdődött. Köszönhetően annak, hogy a pár gyilkosságot el tudták hozni, viszont toronyra nem volt lehetőségük fordulni. A fanatik, amit el tud hozni, azt elhozza a dzsungelből, majd utána a sárkányra, ami most jelen pillanatban egy hegysárkány, talán van is lehetőségük gyorsan kilépni. Pontosan a hegysárkány, ez mindenféleképpen jó lehet nekik, a későbbi baronnasor küzdelem során is segíthet, illetve további ostromlás során, de mi történt? Igazából a shurikenek rossz irányba indultak el Fabidantől, viszont Mighty Bear beragadt. Őnek jonnan menekülni nem volt lehetősége, Cussingra pedig gyönyörű szép volt a csapat reakció, Reckless lassítja, és így Fabidantnek ott maradt a gyilkosság. Közben az összes fennmaradó fanatik játékos már a felső ösvényen rohant a többi gyilkosságért, Nyugdek pedig igen közben meghalt. Sakmat, ennyit tudunk mondani, egyelőre most nem tudjuk, hogy mi történt, hamarosan fog érkezni. Hát az biztos, hogy Febiben, mivel beáldozta villanását, égetését, ez egy szóló gyilkosság volt, Nyugdák is villant egyébként. A skill matchup önmagában nem egy rossz kifejezés, viszont szerintem Febivennek egy kicsikét kedvezett az a szituáció, hogy a dzsungele sem meg tudott szaladni, és egyébként még egy szóló gyilkosságot is tudott szerezni Nyugdákkal szemben, tehát... És valószínűleg pozícióból is tudott érkezni, mert ugye a rálátást egyértelműen uralja. Szinte az egész pályán most már a Fnatic. Egy kis előnyt kaptak, akkor, amikor a Gemsu gyilkosság után rossz döntést hozott a Vitality, és ez a kis előny, ez most tényleg hólabdaként működik. Tehát az elmúlt 2,5 percben megindult a Fnatic, és nem nagyon akar megállni. Spirit még mindig elmebeteg. Mostanra már majdhogy nem 60, nem, inkább maradjunk az 50 szörnyes előnynél, amit ki tudott tarakítani. Egy dzsungelessel szemben ez azért nem kis szó, sőt, igazából Gamsu formáját is majdhogy nem übereli a dzsungeles, a felső ösvényesét. Ez elég nagy szó. De már lépjünk ezen tovább, inkább kitérnék a tárgyaira is, hiszen azért mostanság, ami már elterjedtebb tárgyválasztás volt még a nagy Mage Update előtt a dzsungeles Nidaliknál, az nem más, mint a Rely. Hát visszatértünk abba, hogy korok pálcája, mivel hogy a gyógyítás manát ad vissza, a mana pedig életerőt ad majd vissza, ez igazából megint egy olyan ciklus, ami soha nem ér majd véget. 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 Abszolút szépen, most akkor gyorsan végig beszéljük egészen idáig. Szerencsére a közvetítésünk folytatódott. Na, akkor Darcik, most így, hogy átléptünk a játék középső szakaszába, nézzük, mint a halála. Igazából igen, a villanás után. Egy remek égetéssel volt lehetősége egy teljes kombó alatt likvidálni ezt a Nyugdakot. Várj, egy kicsit felbűvennek úgy, hogy közben ott volt minden egyes társa Nyugdáknak, és a gyógyítás nem érkezett rá ki. Ha már Nyugdákról beszéltünk, oké. Okay. Nem így nézett ki az előző gyilkosság, ez most a fordított szituáció volt. Most felbűven hozta a barátait. Azt a kutya meg a macska, Febivent viszont el lehet kapni, csattan is a Yamu szellemkardja és Polisson, Cussing hatalmas bajba, hiába a torony, alig tökizendes, jó a békeszigete, Cussing még életben marad, de hozzánk egészen eddig nincsen gyilkosság viszont a Vitality oldaláról, Polis marad egyedül életben, Kabosárd az alsó ösvényen van Gemsuval, a Fnatic dominancia megy, megy előre, mint ezek a Rammusok úgy tudna előre pörögni és gurulni. Továbbra is a Fnatic, és tényleg nem áll megy, meg mennek előre, baronnasort el lehet hozni, Kabosár pedig kétségbe esetten az alsó ösvényen maradt továbbra is, ez baronnasort. Van egy földsárkány, egy Kalista és egy nagyon-nagyon megetetett Nidalee, ez már a 23. perc előtt is egy baronnasort jelenthet, így van a Fnatic csapatának számára, és így beszélhetünk egy mindent elsöprő 10 000-es aranyelőnyről. Innentől kezdve visszatérni a mérkőzésbe, hát nehéz lesz a Vitality-nek. Még egyszer a visszajátszás, pofán lövi egy Braummal szerencsétlen Reckless azt a Nyugdákot, és onnantól kezdve, hogy a bajszos úriember eltalálta azt a LeBlancot neki, ha meg kellett halni a Cussingra, a minimális életerő alatt érkezik a béke szigete, de ez csak időhúzás, a zónázásra nincsen válasza a Vitality-nek, nem tudnak oda menni, megmenteni ezt a két bajba esett bajtársat, és hát igen. Nem kezdve az időhúzás volt Mighty csak. Mighty Bearnek egyszerűen nincsen sebzése, mert teljesen le van maradva. Cussing nem a sebzéséről híres, Polisban pedig dolgozik az életösztön. Mighty Bear. Viszlát. Szevasz. Így van, a békeszigete nem volt elérhető. 5-1-2-es Zed. Ez pont ugyanaz, mint egy 5-1-2-es LeBlanc lenne. Nyugdak is szeretne ilyenné válni. Most egyedülre nem ő az, aki az erőt képviseli az orgyilkosok terén. Egy gyilkosság megvan, baronnasor erősítés szintén, így még egy torony, köszi hegysárkány. Ezen kívül pedig
még a felső ösvényen is be lehet dönteni majd egy inhibitor tornyot akár, mert nincsen Mighty Bear, és amúgy eléggé papír a Vitality csapata most már ahhoz, ilyen orgyilkosok ellen, hogy esélytelen megvédeni. Ráadásul nem egyetlen egy ösvény toll a Fnatic, de így sem tud a Vitality reagálni. Felső ösvény Gemsu is valószínűleg be fog dönteni egy inhibitort védő tornyot. Nyugdák, egy láncsa, aztán mehet is vissza a kezdőre. Három szint van a két középső ösvényes között. Nyugdák egyelőre ki van véve a mérkőzésből, de szerintem a stadionból is. Hát nem tudok tényleg egyszerűen magamhoz térni a Fnatic mostani teljesítménye alapján. Nem ők voltak azok, akik a dominanciát mutatták a játék első szakaszában, a makrójátékot tekintve, viszont a jó ösvényfázis végül meghozza gyümölcsét. Nyugdákra megy egyedülre ki Fabian végső képessége, és ez most nem lesz meg. Viszont az Imitor torony megvan. Yellow Star érkezik egy jó túlvilági hívásra, és azonnal elfogy Mighty Bear, nincsen békeszigete, nincsen polisz, Nyugdák is meg fog halni, egy ász lehet ebből, nem lesz az, viszont Kabosárd az egyedüli túlélő, ott vannak már a pici minionok, ott a baronnasor erősítés, 26 perc alatt véget fog érni ez a mérkőzés, atya-gatya, hölgyeim és uraim, a Fnatic egyértelműen visszavágott a Vitality-nek, és így egy-egy a mostani küzdelem. Szerintem most először látunk egyébként döntetlent. Amióta közvetítjük ezt az egész nyári szakaszt, de egy megérdemelt döntetlent láthatunk. Az első mérkőzés a legkiélezettebb volt, amit eddig leadhattunk nektek, viszont ez a Fnaticnak az abszolút ébredése. Én hoztak egy Kalisztát, amivel az ösvényfázis Reckless és Yellow Star nagyon brutálisan meg tudta nyerni. Mondhatjuk ezt a Braumnak, Kalisztának, mindegy, a lényeg az, hogy megnyerték. A dzsungelben Nidalee szabad utat kapott. Nem is értem egyébként, hogy hogyan lehetett, hogy csak a harmadik választási sorozatban hozta ezt el a Fnatic. Az biztos, hogy a Braumra el kellett hozni a Lucian-t a Vitality-nek, de hogy utána miért Kindredre esett a választásuk, hát az valószínűleg abban a kis lehetőségben keresendő, hogy Braumra ne hozni Nidalee-t nem mindig szeretnek a csapatok. Összességében kifejezetten vicces, hogy ugye a második, a kettes stúdióban a játékosok még nem tudják, hogy merre kell menni, így fordulhatott elő, hogy a külföldi caster kollégákkal is kezet fogtak. Ez zseniális, és még mutatják is a kezüket, hogy igen, a Fnatic játékosok még velük is kezet fogtak. Óriási, imádom amúgy az ilyen szitkomokat, amik lezajlanak gyakorlatilag. Ez a mérkőzés már így indult a technikus csókával, aki mutatom, hogy javított meg egy fülest, jó? Mutatom. Nem működik? Működik. Ennyi volt. Na de, térjünk vissza ez az egész küzdelemhez. A Fnatic egyértelműen uralni tudta ezt a mostani mérkőzést. Igen. Működik? Jó, ez... Működik. Ez még gyakorolnunk kell, Arcik. Istenem. A lényeg viszont, hogy a Fnatic oldaláról ez a fajta dominancia szerintem pont annak is köszönhető, hogy Kindred volt. Te is kérdezted, hogy miért jött a Kindred, és itt akartam azt a gondolatot megfogalmazni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a mostani patchnek és a mostani mérkőzéseknek a legnagyobb mérkőzése, az, legnagyobb vesztese az Kindred. Igen. Ezzel nem tudom, hogy ehhez nem tudok más hozzátenni. Ez nem tudsz más hozzátenni. Szóval, hogy nagyon nem sikerül kihasználni, hogy eleve az, hogy a békeszigetét csak magára tudja elnyomni, az nyilván egy olyan fajta gyengítés, de ez sem most jött, de hogy egy olyan fajta gyengítés. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy az európai LCS-ben egyelőre a legnagyobb vesztese az Kindred, igen. De más régiókban szerintem azért még várjunk ezzel a kijelentésünkkel. Amerikában nagyon szerették és erőltették Kindredet akkor, amikor egy 25 perces pick volt. Most, hogy egy 10 perces pick, nem vagyok benne biztos, hogy le fognak tenni róla egy könnyen, sőt, biztos vagyok benne egyébként, hogy nem. A lehetőség megvan a karakterben, csak egyelőre hát vannak jobb választások nála. Nidalee egyértelműen az. Most, hogy nem került tiltólistára, a legmegkérdezhetőbb döntése a Vitality-nek az, hogy miért Kindredet hozzák el helyette. Beszéltünk arról már most a mérkőzés vége után, hogy az alsó ösvényt maga biztosan megnyerte Reckless, illetve Yellow Star páros azzal Kalisztával, a dzsungelben szintén iszonyatos volt a dominancia. Középső ösvény egy skill matchup volt, azt felbíven köszönhetően a dzsungelesének egy kicsi előnnyel meg tudta nyerni. Felső ösvényen hiába nyert viszont a Vitality, az semmi is volt. Úgy gondolom, hogy szintén felelőtlen választás volt Cassie-nek a thrash-e, illetve nem felelőtlen volt, hanem igazából nem túlságosan tudott beválni.
Ugye Thrashnek az igazán a hasznos képességeihez nem egyszer mondjuk bele kell mennie a csata közepébe, tehát a halálos ítélet találjon, utána odahúzza magát, és a többi, és a többi. Ez hátrányban nagyon nehezen tudod megvalósítani, és a támogató játékosok terén Braumra nem biztos, hogy ez a legjobb választás, és itt viszont, ha már volt egy vesztes a dzsungelben és Európában, akkor úgy gondolom, hogy hatalmas nyertes Braum, aki nagyon sok ideje már benne van a metában, és hihetetlen sok választást ért meg már a játékosok terén, de nem volt ilyen kiemelkedően jól alkalmazva eddig. A statisztikái az esetek 70-80%-ában olyanok voltak, hogy inkább vesztettek vele, mint nyertek. Megint csak Európa és Amerika szintjén. Abszolút. Mert... azért korábban vagy tiltva volt, vagy tiltva volt általában. Egyértelműen. Itt úgy néz ki, hogy nagyon jól ki tudják már használni. Tényleg semmi más, mint a benne rejlő kábítás. Mert ha csak a mostani ösvényharcot nézzük, rendes tömegirányító képesség, mint mondjuk egy kábítás, nem volt elérhető a Vitality oldaláról, míg egy Lucian meg egy Nidalee az pikpak be fogja fejezni a rajtaütés esetén a betalált harapós fagyot. Több potenciál volt, én úgy érzem, ebbe az egész környezetbe. Feltétlen jó látni azt, amikor amúgy a csapattagok egymásra tudnak számítani, és ez a Fnatic részéről most megvolt. Ez most abszolút megvolt. Spirit jól pozícionált, és hát Gemsu is talán sokkal jobban tudta alkalmazni. Dehogy is, hát Gemsu megint egy árnyék volt valamilyen szinten a kis hordós dagjában. Most ő nyerte a felső ösvényt, de hiába. Csapatharcban még akkor is, hogyha fele annyi, vagy dupla annyi farmja volt, mint egy Ragasznak, akkor is haszontalanabb. Meg most a tankosságot is, hogyha esetleg meg tudta fosztani az ellenfelétől, hát akkor is ott volt még egy Braum, aki viszont önmagában fölér egy tankkal. És pontosan ezért egyébként Alisternek a gyengítése az nagyon fontos lehet, mert őt láthattuk már, hogy 6-os szint és 11-es szint között, ami azért a mérkőzésnek a legfontosabb része talán, akkor most már megölhető, most már elpusztítható, még egészen idáig ugye a 70%-os sebzéscsökkentéssel nem igazán volt ez igaz. És pontosan ezért Braum az még mindig a legfontosabb választás lehet az alsó ösvényre. Alisztár talán kevesebb szer fog majd megjelenni. És itt amúgy a mostani mérkőzéssel kapcsolatban hihetetlen fontos véleményem szerint pont az, amit már te is kiemeltél párszor, hogy a BO2 miatt lehet reagálni az előző mérkőzésre. A Fnatic 3 olyan tiltással jött a mostani mérkőzésbe, amivel az előző meccsen játszott a Vitality. Egyértelmű reakció volt, és bevált. Az első meccsen egyébként a hívásokban is voltak problémák, hogy gondolom a Fnaticnál. Talán esetleg azokra a választásokra, amik voltak a Vitality-nél, nem nagyon tudtak adekvát módon reagálni. Viszont ezen a mérkőzésen, most, hogy ki voltak tiltva azok a karakterek, amik kulcsfontosságúak voltak, hát ezen nagyon gyorsan túl tudott lendülni a Fnatic csapata. Jó. Én úgy gondolom, hogy ez egy méltó 1-1-es küzdelem volt, tehát ez már akkor is benne volt a pakliban, amikor az első mérkőzés felét láttuk. Tehát, hogy egyértelműen fej-fej mellett haladt 50 percig a két társaság. Viszont ez a második meccs? Ez már egy kicsit kevésbé kijelezett verzió volt. Egyértelműen, és talán a Vitality nem úgy indítja a szezont, ahogy pontosabban ezt az évadot, mint ahogy tervezte volna. A Fnaticről ez szerintem ugyanúgy elmondható. A Vitality pont az a csapat, akinek a legnagyobb a hiányossága a szériák területében. Láthatod, az első mérkőzést meg tudták nyerni, az előző splitben az egy győzelem lett volna. Most BO2, és megvan a lehetősége reagálni a másik csapatnak egy-két jó választásra, tessék, már is csak táj. Egyértelműen nem tudnak megfelelően reagálni. Úgy néz ki a különböző szériákra, ahogy te is mondtad. Mi viszont most átadjuk a szót a kedves elemző kollégáknak, Pirsz és Buci, tiétek a szó. Üdvözlöm minden kedves nézőt a mérkőzés után. Na most tudnélik, hogy egy nagyon gyors elemző asztalunk lesz,
De azt még azért gyorsan kiemelném, hogy visszatért Reckless a Kalista választáshoz, és ahhoz képest ez a karakter igazából nem mindig a játék első fázisára van igazán kiélesedve, mégis gyönyörű szépen oldotta meg megint, mint tennap azt a fázist, és gondolom egy kulcsfontosságú pont volt Reckless játéka is, és a Nidalee választás, hogy mennyire jól tud működni akár fönnheti kézben is, Spirit már nem egyszer hozta be ugye tavasszal, megint behozta, és úgymond egy ilyen Jolly Jokert bedobta. Abszolút. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy itt Mighty Bear-nek a komfortzónáját pedzegetjük azzal, hogy Nidalee mennyire tartozik azon hősök közé, akivel szívesen és nem kényszerűen kell játszania. Uh-huh. Mert amennyiben ugye Nidalee egy olyan hős lenne az ő kezében, akivel bármikor álmából felkeltik és rögtön lekeriz egy meccset, akkor szerintem elhozták volna azt a választásnál rögtön, amin nem került tiltólistára. Viszont a Kindredben jobban bíztak, talán gondolva arra, hogy hát nem is tudom, hogy miben igazából. Tehát, hogy Kindred még mindig akármennyire is volt változtatás lélekfalótól kezdve mindenen át, én még mindig nagyon-nagyon kérdőjeles és nagyon meggondolandó választásnak gondolom Kindredet, mert egyik meccsen, hogyha úgy indul a játék, és tényleg meg tudom szerezni az előnyt, akkor nagyon hasznos tud lenni, máskor pedig egyszerűen el tud tűnni, és ez mindegy, hogy most van-e neki külön kis jóformán miatta kialakított dzsungeres kiegészítője, vagy nem. Egyszerűen kell idő bőven a Kindrednek ahhoz, hogy vagy ténylegesen kell az, hogy meginduljon. Úgyhogy igazából ez a meccs ugye döntetlen lett, ma már egyébként volt egy döntetlenünk a Splice és a Rocket között. Csak azt nem láttuk. Ők is ugye egy-egyet játszottak. A másik meccs, amit még szintén nem láttunk, ott pedig szerintem senkinek nem fogok meglepetést mondani, hogyha azt mondom, hogy a G2 az, aki nyerni tudott 2-0-ra. Az első meccs az nagyon fölényes volt, a másodikon azért már a Giantsnek a játék korai szakaszában voltak nagyon jó megmozdulásai, jó hívásai, jó csapatharcai, de végül egyébként azért ott is a G2 tudott győzedelmeskedni, tehát hogy most már 4 meccsen vagyunk ma túl, érkezik majd, nem tudom, hogy 4 olyan mérkőzésen, ami összesen ugye 8, de attól függetlenül érkezik még az 5. összecsapás, ami nem más, mint egyébként az H2K és a Schalke csapata között fog zajlani, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a Schalke tudja hozni azt a formáját, amit tegnap mutatott, vagy az a forma csak a Unicorns of Love gyengélkedése miatt mutatott. Nagy kérdés, mert igazából is a félig-meddig régi Elementsre beszélünk, aki azért erős fogalmazás azt mondani, hogy bukdács volt, de nem is volt a legcsodásabb csapat igazából tavasszal. És az, hogy most mekkora lendületet tud adni egy csapatnak, egy ötfős csapatnak ugye az, hogy beállt megint egy ilyen foci csapat nevű valami, és az elég durván az is lehet motiváció növelés igazából, hogy ilyen támogatóra tettek szert, mert ott is kivannak az öcserébe az eddigi, tehát egy darab BO2-t néz alapján elmondani, ahol tényleg megrekteltek egy Unicorns levot, elég csúnya lenne megfogalmazni azt, hogy posák a legerősebb, mint a világon, mert ez nem biztos, hogy így van. Most... Tud-e jó, fogsz olyan jól játszani nekem? Az Istuki Rocket 1-1 miatt nem lennék annyira sem elbízva abban, az Istuki most olyan erős lesz, mint mondjuk tavasszal, de meg az esélyre. Ezzel egyetértek, másrészt pedig ugye ott van a kérdés, hogy például Fox tudja hozni azt a formáját, amit azért tegnap, én úgy gondolom, hogy maga biztosan szép játékkal, méghozzá jobb játékkal, mint egyébként a Unicorns of Love-ban még tavalyi szezonban játszott, tudta hát kétszer is megleckéztetni korábbi csapatát, illetve volt egy nagyon erős Vladimir játéka is tegnap. Az, hogy tiltólistát érdemel Vladimir, ezt már én úgy gondolom, hogy megmutatták nekünk nem csak Európában, hanem sokkal. Igen. Tehát más Európában Fox fel az első, aki egyszer behozhatta, tudod, egyszer van gyereknap. Volt azért több Vladimir, sőt már kapott is ki Vladimir, de attól függetlenül az, hogy mennyire nehéz őt megölni, az valami borzalmas. Viszont igazából szünetünk nincs, tehát én azt mondanám, hogy teleportálni akkor... fogunk, valószínűleg. Vagy teleportálunk. Rázzak a fejüket, szóval igen, mi fog menni. Gyors szünet és érkezünk a meccsen.